Bármely a kutyakabinet elleni bizalmatlansági indítványt hajlandó támogatni az Úszerő Plusz Szövetség, jelentette be Janucz Mostánó, az alakulat képviselőházi frakció vezetője. A PESZEDE abban reménykedik, hogy az Úszerő Plusz a hétvégi kongresszusát követően is ugyanazt az álláspontot fogja képviselni. Az Úszerő Plusz képviselőházi frakció vezetője már az összevont házbizottsági ülés előtt bejelentette, hogy az alakulat országos vezetősége felhatalmazta a szövetség házbizottsági tagjait arra, hogy támogassák bármelyik bizalmatlansági indítvány vitájának napirendre tűzését, akár az Úszerő Plusz és AUR, akár a PESZEDE indítványát. Florin Kötszúval minden nap egy elvesztegetett nap Románia számára, fogalmazott Mostyánu. PNL nu a luat în considerare solicitarea USR Plus de a-l retrage pe Florin Kötszú. A PNL nem teljesítette az USR Plus azon kérését, hogy Florin Kötszút mondassa le a kormányfői tisztségről. Emiatt az egyedüli eszköz, ami a rendelkezésünkre áll, az a bizalmatlansági indítvány. Florin Kötszú napjai a Viktória palotában megvannak számlálva. Az USR Plus honatjái azt a bizalmatlansági indítványt fogják támogatni voksukkal, amely előbb kerül szavazásra. A PSZD első alelnöke Szorin Grindiano elmondta, a PSZD törvényhozói maradéktalanul megszavazzák az indítványt. Kérdéses azonban számára az USR Plusz döntése, hiszen a szövetség a hétvégén kongresszust tart, és ott még változhatnak a dolgok, fogalmazott Grindiano. Noi putem să asigurăm un singur lucru. Egy dolgot tudunk biztosítani, 157 képviselőnk, illetve szenátorunk szavazatát. Amennyiben a többiek is betartják a szavukat és megszavazzák az indítványt, akkor kedden mindenképpen távozni fog ez a felelőtlen kormány. Ha a kormány megbukik és Klaus Johannis államfő tárgyalásra hívja a pártok képviselőit, a PSZD az előrehozott választásokat fogja javasolni, mondta Szorin Grindiano, megerősítve, hogy a PSZD nem hajlandó támogatni egy kisebbségi kormányt.